Megint az NAC. Megint a doktor, ez mindig NAC-ről beszélget. Mert mindig kiderül valami jó dolog Ma arról lesz szó, miképp működik együtt egy másik aminósavval a szervezet talán legfontosabb sejten belüli rendszerében, a mitokondriumokban. És érdemes végignézni a videót, mert a végén lesz egy olyan dupla csavar, ami egészen komoly lehetőséget biztosít az egészséges anyagcsere folyamatok megőrzésében. Hogy érthető legyen a mai videó, ott kell kezdeni, ahol az NAC végez, a glutationnál. A glutation a szervezet egyik legfontosabb antioxidáns és méregtelenítő molekulája, és bár a cím nem a glutationról szól, mindjárt látjuk, hogy miért kell erről tudnunk, mielőtt a mai izgalmas témát megnéznénk. Bár sejtjeink mindegyike termeli a glutationt, hiszen általánosan szükségük van rá, sajnos sok embernek mégis glutatión hiánya van. Mielőtt elkezdem ennek az igazán izgalmas témának az ismertetését, köszönetet mondok a videó szponzorának, az Ormas Intézetnek. Az Ormos Intézet egy kiválóan felszerelt budapesti magánklinika, ahol nem kell várni, ha bejelentkezel. Elérhetőségük a videó alatti leírásban megtalálható, szükséged lenne rá. Nos, melyek a glutation kritikus feladatai a szervezetben? Szabad oxigén-hidroxil- és szuperoxid gyökök közvetlen kémiai semlegesítése. Hogy mik ezek? Erről már korábban volt szó. Hát ezek azok az ártalmas, nagyon agresszív kémiai anyagok a szervezetben, amelyek sejtkárosodást okozhatnak. A következő ilyen, hogy számos antioxidáns enzim kofaktora, aztán az C és E vitaminokkal kapcsolatos regenerációs folyamatokban vesz részt, továbbá a kémiai eredetű mérgek, toxinok májban történő semlegesítése által termelt szabadgyökök megkötése a feladata, aztán a májban zajló méreg semlegesítés során keletkező melléktermékeket vízolthatóvá is teszi, hogy a vesén keresztül ki tudjanak ürülni. Továbbá részt vesz a higany eltávolításában a sejtekből és az agyból. Ezen felül a proliferáció, tehát sejtszaporodás, és az apoptózis, tehát programozott sejthalál szabályozása is a feladata. Tudni kell, hogy a sejtek nem élhetnek a végtelenség, mert az rákos elváltozást jelentene. Erre van a sejtekbe beprogramozva az apoptózis, és ennek a szabályozásában vesz részt a glutatión. Létfontosságú a mitokondriális működéshez és a mitokondriális DNS fenntartásához. Emlékezzünk csak: a mitokondriumok a sejtek pici akkumulátorai, energiatermelő egységei, úgyhogy így kell erre tekinteni. Fogunk ma azokról a módokról is beszélni, amelyek segítségével Egyszerűen felmérheted az esetlegesen fennálló glutation hiány mértékét, valamint a glutation elégtelenséghez kapcsolódó állapotokat, mint például a mitokondriális működés, a felgyorsult öregedés és a megnövekedett oxidatív stressz jelenlétét, amely minden életfolyamattal összefügg. Férjét és ne essék. Ezek nem valami egzotikus dolgok, ezek rendkívül gyakori állapotok. Sajnos a prediabeteshez, a cukorbetegséghez, a szívbetegségekhez hasonlóan például a rák bizonyos formáit és a degeneratív idegrendszeri betegségeket, tehát a demenciát is jellemzi az elégtelen glutation szint. Hajrá! Akkor gyerünk, vegyünk glutationt, együk azt, és minden megoldódik. Hát nem egészen így van. Manapság sokan szednek glutationt különféle kapszulákban. Nos, ez nem optimális két dolog miatt. Az egyik, hogy a glutation nehezen szívódik fel és jut el oda, ahol lennie kellene. Vannak mindenféle próbálkozások, különféle csoda eljárásokat ígérnek a dobozon azoknak, akik hallottak már a felszívódási problémákról, de ez leginkább marketing. A másik talán még fontosabb, ugyanis a szervezet oxidatív, tehát oxidáló és redox, redukáló stressz közötti egyensúlya meglehetősen érzékeny és elég specifikus. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy bizonyos helyzetekben az antioxidánsok túlzott jelenléte nem csak hogy nem hasznos, de káros is lehet. Ez egy komplikált rendszer, és ennek a videónak nem célja ennek a rendszernek a bemutatása biokémiai részletekben menően amit fontos megérteni az az, hogy a direktben beszedett antioxidánsok, tehát például a glutation is, ellenünk fordulhatnak, annak mérése pedig, hogy épp hogyan állunk ezügyben a különféle antioxidánsokra, ez nagyjából lehetetlen. Ami lehetséges, azt később elmondom. A lényeg most, hogy lehetőséget kell adni a szervezetnek, hogy éppen annyi glutationt állítson elő, mint amennyire szüksége van. Ugyanis erre megvannak a szabályozó mechanizmusok a szervezetben, ha nem direktben durrantjuk oda a glutationt, és most tételezzük fel, hogy még fel is szívódik rendesen, a szabályozás akkor működik, ha a glutation előanyagát visszük be a szervezetbe, illetve előanyagait. Ráadásul az előanyagoknak saját pozitív hatásai is vannak, melyek függetlenek a glutationtól. Tudományos kutatók többször rámutattak arra, hogy ez milyen fontos. Tehát ahelyett, hogy közvetlenül glutationnal egészítenéd ki a glutation szintedet, hagyjad, hogy a szervezeted sejtjei automatikusan szabályozzák a glutation szintézist, azáltal, hogy felhasználják a glutation termeléshez szükséges két alapvető, úgynevezett sebességkorlátozó aminósavat, azaz az N-acetilciszteint és a glicint. Az N-acetilcisztényről többször volt már szó videókban, ezt hívják ugye röviden NAC-nek. Viszont azt hiszem, sokan megfeledkeznek a glicinről, ami nem olyan bőséges, az a cisztein. És ezért az emberek acetilcisztényt és glicint is pótolnak. Ezeket sebességkorlátozó aminósabbnak nevezik. Ez azt jelenti, hogy amennyiben ezek nem állnak megfelelő mennyiségben rendelkezésre, akkor a biokémiai folyamat, ami által a glutatión létrejön, és ugye ezek vesznek részt benne, ez lelassul, ez a folyamat szinte leáll. Vannak aminosavak, amelyek ugyan fontosak, de nem sebességkorlátozók a glutation szintézisében. A nagyon szükséges, sebességet korlátozó aminosavak a cisztein és a glicin. Ezért ugye én is az NRC-t használom, meg nagyon sokan mások, sőt, hát gondolom sok néző is, ha látta erről a korábbi videóimat. Mivel nem árulok semmiféle NRC márkát, nincs link, bárki olyat vesz, amit akar. Nekem ebből hasznom nincsen. Ezért, ha -hó, kedves, kiegészítős cégek, akik az NRC-t forgalmazzátok, és nézitek a műsort, tessék megtalálni az e-mail címemet a videó alatti leírásban, és felvenni a kapcsolatot velem. Amennyiben a forgalmazott NAC megfelelő forrásból származik, és nincs kirívó ára a többihez képest, szívesen bemutatom szponzoráció kereteim belül. No, kiderült azonban időközben más is. Mégpedig az, hogy valójában sokkal értelmesebb dolog, ha mind az NAC t mint a glicint bejutatjuk a szervezetbe, így a leginkább optimális a sejtek glutatión termelésének önszabályozása. Különböző sejtípusoknak több glutatiónra lehet szükségük, mint másoknak. Ha pedig valaki direkt glutatión szed, az nem engedi, hogy a sejtek automatikusan szabályozzák a önmagukat. Csak reménykedni lehet, hogy pont oda jutnak el, ahova kell. Jogos a kérdés, ami talán most ott motoszkál a fejedben, hogy hol működik a glutatión leginkább a szervezetben. Tehát gyakorlatilag minden sejtben van, ezt mondtam, de vannak különösen kiemelt területek, ilyenek az immunrendszer, a tüdőszövet. Nagyon sok glutatiónra van szükség a májban és az agyban is. Tehát azáltal, hogy megadjuk a szervezetnek az előanyagokat, a glutatión előállítása szükséges sebességkorlátozó aminósavak sokkal hatékonyabbak, mint a direkt glutation lehetővé téve a sejtek számára az önszabályozást. Ezáltal oxidatív redox egyensúly nem fog elmenni káros irányba. Na most ebben a tanulmányban van egy új kifejezés, a glinak. Ez semmi más, mint a glicin és a nak nevei össze vannak téve, nem szükséges olyan kapszulákat keresni, ahol ezeket összekeverik, ezt magad is megteheted, nagyon egyszerű. A cím azt mondja, hogy glinak kiegészítés, azaz glicin és NAC együtt, javítja a glutatión hiányt, az oxidatív stresszt, a mitokondriális diszfunkciót, a gyulladást, az öregedést, az anyagcserehibákat, az izomerőt, kognitív hanyatlást, tehát a szellemi hanyatlást és a testfelépítést. Ugye a testfelépítést úgy definiáljuk, úgy határozunk meg, hogy a testben lévő zsír, csont és izom egymáshoz viszonyított aránya. A testzsír százalék ebben egyébként a leginkább érdekes, mert ugye ez nagyon hasznos lehet az egészségi állapot felmérésében, de ma nem ez a témánk. Ezen a szokásos, ugye minden gyanakvással fogadó polgár tudja, hogy felkapja a fejét, és rögtön azt keresi, hogy miképp verik át megint. Hogy a fenébe lehet az, hogy ez a csodaszer mindenre is jó? De nincs ilyen. Tehát amit ez fontos megérteni, hogy ugye azért volt ennyire általános több irányba is megmutatkozó hatása, mert a mitokondriumok működésének az alapvegyülete, a mitokondriumok pedig minden sejtben jelen vannak. Ők ugye a sejtek energiatermelő egységei, ahogy mondtam is, tehát ez az annak, hogy számos ponton vehető észre, ha a mitokondriális rendszer működése megjavul. Úgyhogy nem csodaszerről van szó, egyszerűen arról van szó, hogy egy olyan általános rendszerben nyúlunk ezzel bele, aminek több helyen mutatkozik a, a, haszna. Na most, ami érdekes volt ebben a konkrét tanulmányban az az, hogy javultak ugye a testösszetétel, az energiafelhasználás és az oxidatív stressz biológiai jelzői azoknál az aranyoknál, akik nem csak nlc t szedtek, hanem NAC-t és glicen, glicint együtt. A tanulmányban idős, 65 év feletti egyénekről volt szó, és ezek az alanyok, ezek nem változtattak semmit, nem változtattak az étrendjükön, vagy a napi aktivitásukon, az az eredményeket nem lehet más hatásokra ráfogni. Mindkét aminosavból egy gram volt a napi adag. Ugye az NAC esetén nem meglepő, mivel általában amit lehet kapni az 1000 mg-os tabletták, tehát egy gram, ugye, amit a kereskedelmen kapni lehet, kivétel ugye a gyerekeknek szánt köptető felhasználású n amely 200 mg szokott lenni, ugye a mukoszolvin és nem tudom, hogy mi, a hatóanyag ugye ugyanaz, de ezzel ne akadjon fenn senki, hogy most lóad köptetőt kell szedni. Arról van szó, hogy a köptetőként való felhasználása közismert, ugye emlékezzünk az aszpinire annak hányféle felhasználása létezik. Na most, ezek az aminosavak természetesen előfordulnak az étrendben, de nem feltétlenül elegendő mennyiségben. Sokan csak arra törekszünk, hogy ugye jobban érezzük magunkat, lassabban és betegség nélkül öregedjünk. Szeretnénk jobban funkcionálni, ahogy öregszünk, utazni, kertben turkálni, több energiánk legyen a tevékenységeinkhez, vagy épp valami kreatív munkát végezni, akár hobbi szinten. És ez egy bizonyította a hatékony módszer a szervezet kulcsfontosságú folyamatainak a támogatására legtöbbször kaptam sikító amikor az emberek különféle vad méregtelenítő, meg detox eljárásokkal jöttek, ugye lugosítás, és ki tudja mi. De jobbik eset még az, ha valaki ilyen undorító zöld löttyöket iszik, ugye abban legalábbis az esetek többségével van valami zöldség. Nem is szeretem egyik kifejezést használni se, azért, mert az egyetlen olyan rendszer, amely valóban méregtelenít, az a májban működik, és középpontjában a mitokondrium van, azon belül is a glutatión. Tudjuk, hogy vannak a szervezetet károsító vegyszerek, amelyek mindenütt jelen vannak a környezetünkben, sajnos. Hogy mennyire mindenütt, arra itt van egy érdekes történet a jegesmedvékről. Amikor a jegesmedvék zsírszövetéből tudósok mintát vettek, mindenféle műanyagot és vegyszert tartalmazott a zsírjuk, amiket az életükben sose láttak, nem találkoztak velük, illetve igen, a vízen, az esőn, a levegőn és a megevett halakon keresztül ezek mégis eljutottak a medvék, medvék testébe, a zsírjába. Képzeld el, hogy te mi mindenek vagy kitéve, ha ugye a messze távolban élő medvékben ez az ábra. Hogyan védekezhetünk ezzel? Nos, a glutatión támogatása glicinnel párosított NAC-val, jó kombináció erre is, pont annyi fog ezekből a májba kerülni, amennyi az adott pillanatban a káros anyagok eltávolításához kell. Vannak tanulmányok, ahol az emberek bétakarotint szedtek, vagy E-vitamin szedtek, vagy más hasonló, tehát közvetlen antioxidásokat, és az eredmények elég vegyesek, nem túl meggyőzők. Az egészség támogatásáról beszélünk, ugye? A glutatinról kimutatták, hogy valóban segít különféle tartós, szerves, szennyező anyagok nehézszőnek eltávolításában, és enyhíti a szabadgyűkök által okozott stresszt. Ahogy egy korábbi videóban mutattam, ezt a kombinációt súlyos COVID betegségben is alkalmazták. Egyes kutatók NAC-glicin kombinációkat alkalmaztak, ugye a COVID betegeknél ugye jobb eredmények születtek. Súlyos COVID betegekről van szó. Ez ismét csak jó példa arra, hogy amikor támogatjuk az emberek immunválaszát, egyszerre csökkenthetjük a testet érő stressz, más stressz egy részét is. Na most érdemese egyáltalán fontolóra venni ezt a NAC glicin kombinációt valakinek? Vannak-e olyan biomarkerek, laboratóriumban mérhető faktorok, értékek, amiket meg tudtok nézni? Van ilyen. Egy elég gyakran használt paraméter a glutatión forgalom meghatározására, megállapítására a szervezetben, ezt úgy hívják, hogy gamma glutamil transpeptidáz. Ez egy májenzim, ugye röviden gamma gt szokták nevezni, talán így ismerősen cseng valakinek, és ez az enzim segít a glutamin sejtekbe történő szállításában. És ha ez megemelkedik, ez utalhat arra, hogy hát hasznos volna a glutatión szint támogatása. Ezt a megemelkedett értéket látjuk cukorbetegségben, prediabetesben, tehát diabetes megelőző állapotban, valamint szívbetegeknél, magas vérnyomásban szenvedőknél. A gamma GT érték gyakran magas ezeknél. Kutatók régóta tanulmányozták ezt, és szoros összefüggést találtak a szerves szennyező anyagok, környezeti toxinok, magasabb vérszintje és az emelkedett gamma GT között. A máj, a szervezet kulcsfontosságú méregtengítő szerve, mondhatnám, hogy a kizárólagos méregtengítő szerve, a vese, hogy ez csak kiválaszt. De a méregtengítést, a vegyi folyamatokat, ami erről szól, az a májban történik, a vese aztán csak kiteszi kívülre. Ha a szervezetbe kerülnek ezek a vegyületek a levegőből, élelmiszerekből, a vízből, akkor a májat egyre jobban megterhel ezeknek a felhamozódása. Főleg, hogy ezt nem követi a glutatión termelődése, nem keletkezik több glutatión. Ezért nőhet meg a gamma-GT, vagy pedig az ALT, ez egy másik májenzim. Általában elmondható, hogy az ALT magas szintje, mágyuladás, hepatitis, cirózis, májrák, egyéb májbetegségek okoz, okozta májkárosodás jele, de bizonyos gyógyszerek vagy mérgek is okozhatják. Tehát az ALT-ről van szó. Szóval ez a kettő, az a gamma GT és az ALT. Tehát a legközelebb orvoshoz mész érdemes ránézni a gamma GT és az ALT értékekre. Az orvos egyetemi tanulmányok alapján ugye főként akkor javasolt a gamma GT vizsgálata, ha alkoholizmusra gyanakszik az orvos, mert az alkoholisták gamma gt je megnő, néha több százra is felmehet. Ami nem meglepő, mert tudjuk, hogy az alkohol és a bomlás termékei azok rendkívül toxikusak a májra. Tehát ha valaki alkoholt iszik, feltétlenül fontolja meg a glicin és az MVC kiegészítést, mert tudjuk, hogy ezek a vegyületek ártanak a májnak. Na most ugye ez egy egyszerű módszer ez a vizsgálat, évente egyszer vérvételre van hozzá szükség, hát ennél gyakrabban csak akkor kell, hogyha magas értéket kapunk, akkor ugye kell nézni, hogy most változik-e megye lefelé. És végül itt van egy igen praktikus tanács, amivel több legyet lehet egyszerre agyonütni. Először is ugye a glicint nem igen lehet túladagolni, mert ez egy aminósav. Ha keresed, akkor poralakban kapható, és nem is olyan drága. Nem érdemes kapszulát keresni belőle, mert vagy nincs ilyen, vagy túlárazzák. De az igazi dupla csavar itt jön. A glicin édes. Bár nem annyira, mint a cukor, de lehet kávéba és italokba tenni. Nem okoz inzulin vagy vércukor kiugrást, sőt, Javítja az inzulin érzékenységet, ami prediabetes és diabetes esetén jelen van. Tehát az, idő, az utóbbi időben, ugye gyanussá vált eritritol helyett, érdemesebb glicint tenni a kávéba. De nem most, mert most, most este van. Jó éjszakát!